Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus megszólalt és ezt mondta. Áldalak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki más, csak a fiú, és akinek a fiú kinyilatkoztatni akarja. Jöjjetek hozzám mindnyájon, akik fáradtak vagytok, terhek alatt görnyedtek, én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámot, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, messziről olyan heterogénnak tűnnek a mai szentírási szakaszok, valójában, mint az egyik bevezető is mondotta, itt a békéről van szó, különböző megközelítésekből. Az első olvasmány, ritkán szoktuk olvasni, Zakariás próféta könyvéből való rész. Krisztus előtt 332 táján vagyunk. Nagy Sándor hódít. Meghódította Szíriát, kikezdte, beleharapott egy kicsit a zsidó földbe és a szent földbe. A júdeai rész, ugye ő a védettebb, a déli rész, retteg, hogy Nagy Sándor őket is leigázza, és Zakariás próféta ebből a háttérből szólal meg, és álmodja a messiást. Hogy kicsikét majd benne vagyunk az Ószövetség világában, akkor látjuk, hogy a messiás várásnak különböző szakaszai vannak, és ezek a különböző szakaszok, ugye a babiloni fogság ideje, vagy a Szamária, amikor elesik az északi rész, akkor is megjelennek a próféták, és álmodják a messiást. Mindegyik korszak picit más és más messiást vár. Ebből adódik az, hogy Krisztus korában nagy zűrzavar van a mai napig is, hogy ki a messiás, mikor jön el. A zsidó kollégákat kérdez az ember, hogy elbizonytalanodott választ adnak. Itt most Zakariás könyvében a háború közepette egy legyőzhetetlen nagy hatalom befalja egyetlen nyelést a zsidóországot. Ennek idején Zakariás álmodja a prófétát, és majd ez a próféta kép jelenik meg Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásakor. Milyen ez a messiás? Íme közeleg királyod, igazi és győzedelmes, de alázatos, szamár háton jön. A messiás igaz és alázatos, de győzedelmes. A győzedelme nem lármás, nem csatazaj kíséri,
nem lóháton jön, fehér lovon, hanem szamárháton. A messiás, a győzelmes, alázatos szamárháton. Ez a mi Krisztusunk. Sokszor úgy tűnik, mintha mesebeszéd lenne, hogy győzelmes. Sokszor volt így a történelem során. Mégis fölépült a Vörös téren, ha valamikor lerombolt, megváltó bazilikája. Csak nem vesszük ezeket a jeleket észre, hogyan néha az ember, mintha diadalt ülne a győzelmes messiás fölött, aztán csöndben fölépülnek újra a lerombolt templomok. Sokszor kimondja a történelem Napóleonnak a szavát, győztél, Galileai. Ma is fogyószámból látszunk lenni, legyőzöttnek látszunk lenni, de a messiás képünk ugyanez. Győzelmes, de nem csindadrattával érkezik. Alázatos, szamárháton. Széttöri a harci íjakat, békét hirdet a népeknek, és egyetemes ez a királyság, uralkodik tengertől tengerig, a folyótól egészen a föld határáig. A megváltás egyetemessége jelenik meg ott Nagy Sándor idején, mikor a picurka zsidóság alig remélhet túlélést. Ez a messiás kép áll előttünk. Ma is kell. Olyan szép a Szentírásnak a világa, és hogy a liturgiánk elénk állítja ezt a messiás képet. Most, amikor mellettünk háborúzunk, amikor úgy látszik, hogy a vesztesek oldalán vagyunk mi keresztények. Nyugi, nyugi, mondja a liturgia. A győzelmes messiáshoz tartozunk. Nagyon érdekes a Szent Leszke. Olvassuk most már szorgalmasan, jó néhány hete a római levelet. Testvéreim, ti nem a test, hanem a lélek szerint éltek. Ha velé valóban Isten lelke lakik bennetek. Kulcsó elmélkedések szeretik szembeállítani a testet és a lelket. Ez nem a keresztény gondolkodásból fakad, hanem a hellén gondolkodást húzták rá a Szentírásra. A keresztény gondolkodás az, hogy II. János Pál pápa olyan szépen tanít, és mindenki megfogalmaz, akkor II. János Pál szemben a plátoni gondolkodással tanítja, hogy a test nem a lélek börtöne, hanem a lélek kifejeződése. A test által jut el a lelkünk a másik emberhez. A mosolyunk által, a gesztusaink által. A test nélkül nem tud eljutni lélek a lélekig. Pál apostol nem ilyen értelemben állítja szembe a testet és a lelket. Ő mástól beszél. Még egyszer hadd olvasom a kezdőmondatot. Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek.
Nem ez a dualista gondolkodás az, ami Pált áthatja. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Urunk azt kéri tőlük, azt mondja, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem. Vagy más helyütt Pál apostol, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. A test nem lenézett Pálnál, nem megvetett, amit testnek nevez, az az embertípus, aki elveti az Istent. Itt egy nagyon komoly és mély antropológiáról van szó, ami nagyon aktuális. A mai antropológia divatos ideológiát, nem is mondom antropológiának, mert nem méltó rá, mit csinál? A testet ajnározza. Istenről nem vesz tudomást. Pál apostol ezzel a gondolkodással áll szemben. Azt mondja, a test szerint éltek, ha nem engeditek, hogy a lélek uralma alá kerüljetek. Tehát Jézus, Pál apostol az ideális keresztényt abban látja, aki nem a test törvényét követi csupán, hanem akit átjár a lélek. Szoktuk mondani a hétköznapi beszédben, és azt gondolom, hogy nagyon igaz ez az egyszerű megfogalmazás, hogy mondjuk valakire, hogy lelketlen. Találkozunk ilyennel. Szóval Pál apostol a lelketlen ember alatt a lelket, a Szentlélek vezetését megvető embert látja. Aki nem függ a lélektől, annak következménye van. Így tehát, testvéreim, nem tartozunk a testnek azzal, hogy a test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha a lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. Mire irányul az életünk? Pusztán a testi élvezetekre, vagy figyelünk a bennünk lakó lélekre? A lélek templomai vagyunk. Kivonult-e belőlünk a lélek, vagy jelen van bennünk a lélek? Lelketlenek vagyunk-e, vagy lelkesek? Unottak, mindentől iszonyodók, védekezők, irtózók, vagy Isten lelke betölt bennünket, lelkesek vagyunk-e? Ha a lélek szerint éltek, élni fogtok. De ha elfojtjátok a test lelket, és test szerint éltek, meg fogtok halni. Testvérek, minden korban ott van ez a két antropológia. Lélek szerint élni, vagy test szerint élni. Mondom, itt nem a görög filozófiának a szembeállításáról van szó. Mennyire figyelünk Isten vezetésére? Érdemes minél kisebb múltat áttekintenünk, hogy döntéseimet minek alapján hoztam meg mondjuk tegnap. A lélek szerint, vagy lelketlenül élek. A kereszténységnek az alapvonását fogalmazza meg Pál. Az evangélium.
tudjuk kívülről ezeket a mondatokat, szeretjük idézni. Csak néhány mozzanatra hadd irányítsam oda a figyelmet. Nagyon szeretem, ugye nagyon kevés imádságát jegyezték föl Jézustól a Szentírásban. Megvan a kereszten elmondott imádsága, a mi atyánkot, amikor megtanítja az emberekkel, és ez a fohász, amit hoz Máté is, ez egy nagyon szép és nagyon mély imádság. Áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura! Ez az egyensúlyos istenkép, ami ott él Jézusban. Jézus Isten atyának mondja, de nem ilyen válveregető, blatyizó stílusba. Áldott vagy, Urunk, mennek és földnek atya. Közvetlenség, atyaság, de a mennyet és a földet, az egyetemességet magába foglalja. A hiszekedjünk is ezt veszi át, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjének. Sokszor úgy az Isten képünk megkopik. Kinél csak ez a nyomozó Isten jelenik meg, kinél pedig ez az Isten, akinek a fő foglalkozása az, hogy megbocsásson. Védkezz bátran, csak higgy. Elbagatelizált Isten képünk tud lenni. Jézusnál az Isten kép egyensúlyban van. Aztán később, hogy mond az Úr Jézus, miért ad hálát? Mert elrejtetted a bölcsek és okosak elől, és a kicsiknek nyilatkoztattad ki. Mi is elmondhatjuk Szent Pállól, nem sok közöttünk a nagy, az okos. Itt vagyunk egy hűséges kis réteg ebben a templomban. Nem a nagy hangú handabandázók, hanem a csöndesek, akik élik a házasságot, világra hozzák a gyereket, nem szórulunk a rádió meg a tévé. Nem baj. Jézus örül a kicsiknek, mert föltárta az Isten előttük az ő titkát. Kik az okosak, akik előtt nem tudja Isten föltárni az ő titkát? Az okosak az akkori társadalomban az írástudók és a farizeusok. Magas intellektuálnak képzelték magukat, intellektuális teológiát csináltak. Ők nem tudták megérteni a titkot, se Jézus titkát, se a Szent Háromság titkát. És Jézus hálát ad, hogy elrejtette a titkot a bölcsek és okosak elől. A Szent Háromság titkát nagy mi alázottal lehet megérteni. Mindjárt Jézus beszél róla. Van egy rabbinikus mese, mikor a rabbi tanítvány megkérdezi a rabbit: Rabbi, az eleink azok szemtől szembe látták az Istent. Mi miért nem látjuk az Istent szemtől szembe? Mire a rabbi ezt mondja a fiúnak: mert nem tudunk meghajolni. Erről van itt szó. Hálát adunk, hálát adok, atyám, hogy elrejtetted a bölcsek és okosak elől. Isten titkát
nem lehet olyan egyszerűen megoldani, sokszor katekizmusok is így tetszek pedig, mint az egyszer egyet. Ez térd is kell. Alázat. Meghajlás. És akkor valamit Jézus elárul az ő benső életéből, az atyával. Gyönyörűek ezek a mondatok. Igen, atyám, így tetszett neked. Az én atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az atya. És az atyát sem ismeri senki más, csak a fiú. És akinek a fiú kinyilatkoztatni akarja. A fiú és az atya bensőséges egységéről van szó. Ki ismeri az atyát? A fiú. És aki a fiút kinyilatkoztatni akarja. Második János Pál annak idején a Szent Évre készülve, ugye az ezredforduló előtt volt az atya éve, a fiú éve, meg a Szentlélek éve, és az atya évében mondja talán, hogy Jézus Urunk semmi másért nem lett emberré, csak hogy az Istent atyának nyilatkoztassa ki. És arra biztatta akkor a híveket II. János Pál pápa a Szent, hogy próbáljuk úgy olvasni az evangéliumot, hogy Jézust úgy szemlélem, milyen a mennyei atya. Amit Jézus mond és tesz, azt a mennyei atya cselekszi értünk. Istent igazából, egyszer akkor 200-an is voltak talán az irgalmas nővérek fönt a Ménesi úton, és tartottam lelki gyakorlatot. És megkérdeztem a jó öreg, kedves nővéreket, hogy van-e az Istennek teste, van-e arca, láthatjuk-e? És az öreg nénik kórusban mondták, nem, az Istennek nincs teste. Pedig Jézus Urunk elmondta, aki engem lát, látja az atyát is. Az atya arca Krisztus. Nagyon konkrétan bemutatkozik Isten. Ez az a titok, amit az egyszerűek megértenek, de az okosak nem. És akkor Jézus mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok. Nem csak egyszerűen napi gűrizéstől elfáradottakra gondol Jézus, hanem akik teszik a törvényt, és mindig kudarcot vallanak, és hogy belefáradnak. Ma is vannak közöttünk ilyenek. Itt hagyják a templomot aztán. Mit erőködjek? Akik elfáradtatok, ismerjétek meg az atya szeretetét. Szabaduljatok föl. Lássátok meg azt az Istent, aki bennem közétek lépett. Vegyétek magatokra igámot, az én terhem könnyű. Testvérek, ennek az aktualitása is megvan. A következő generáció, vagy már kortársaink is lerázzák magukra az igát. Szabadok vagyunk, mondja egyik ilyen filozófus, hogy a mai ember Isten helyett a szabadságot választja, vagyis a semmit. Ebből jön ki a káosz. Levetik az igát, fölvesznek helyette 100 más igát. Ezzel cseréljük le az egy igát. Mert az Ószövetségben is ott van, összetörtétek igámot, elszakítottátok kötelékeimet,
és nézzetek körül, a halmokon szerteszét mutattok be áldozatot. Az egy iga helyett sokat vesznek föl, az egy áldozat helyett rengeteg áldozatot mutatnak be. Különböző függésekre gondoljunk, akármire. Vegyétek magatokra igámot. Az én igám édes, az én terhem könnyű. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Itt találkozik az első olvasmány és az evangélium. Jézus magára alkalmazza a zakariási próféta képet. Az alázatos, szelíd király képét. Ehhez a Jézushoz tartozunk. Nem a lármáshoz, de a győzedelmes Jézushoz. Amen.